Közel teltház előtt léptek pályára az Eto University handball team játékosai a Gyöngyös elleni találkozón. A mérkőzés elején egymást érték a találatok a kapukban, és a 14. percben 7-6-ra vezetett a sárgamezes vendég együttes. A továbbiakban új erőre kapott a győri alakulat, és fokozatosan építette ki előnyét a mérkőzésen. A félidei szünetre már 17-11-es Eto vezetéssel vonulhattak a csapatok. A második játék részben is uralta a találkozót a fehérmezes Győr, és bár próbált felzárkozni a Gyöngyös, 4 gólnál közelebb nem került. Az utolsó percekben azonban tudták növelni előnyüket a hazaiak, és végül 32-26-os győri győzelem született a 4. fordulóban. A találkozó után Kilvinger Bálint azt mondta, az eredmény nem tükrözi teljesen a mérkőzés keménységét. Nagyon örülünk a győzelemnek, és azért gratuláció illeti én azt gondolom a Gyöngyöst is. Balázs szépen elfoglalt és összefoglalta, és meg tudom erősíteni, hogy azért belülről is, bár ugye volt nagyobb különbség a mérkőzésen, de a második félidőben megmutatták, hogy szerintem egy jó csapat, az eddigi mérkőzések is bizonyították ezt, és nagyon szépen visszajöttek a második félidőben, ahol azért elég közel értek hozzánk. Onnan pont az a rutin segített minket, aki ugye számolunk, meg ugye bízunk benne, hogy hétről hétre tudják ezt a tapasztalatot biztosítani, hogy így fogalmazzak, és mellé próbáljuk meg azt a fiatalságunkat is majd szépen beletenni, ami kell ahhoz, hogy az ilyen mérkőzéseken stabilan tudjunk játszani. A győriekre egy hét pihenő vár, utána pedig a Pler Budapest otthonában folytatják a pontvadászatot. Győrben legközelebb, október 20-án vasárnap láthatjuk az Eto csapatát. Ekkor a tavalyi bajnok Veszprém érkezik, de a magvasi helyett az Audi Arena Győrben kerül megrendezésre a mérkőzés.